A repülésben amúgy ismert az a fogalom, hogy repülővel végrehajtott pilóta öngyilkosság. Az elmúlt 20 évben 24 amerikai pilóta ölte így meg magát, márha ez most itt öngyilkosság volt és nem terror. Az amerikai repülésügyi hivatal adatai szerint ezek a pilóták valamennyien középkorú férfiak voltak. Egyikük sem vezetett azonban utasszállítót, és a 24-ből egy tanuló pilóta repülés közben egyszerűen kiugrott a gépéből. A hatóságok szerint a leggyakoribb ok lehet a depresszió. Nem véletlenül engedélyezte 2010-ben az amerikai repülésügyi hatóság, hogy a pilóták ismét szedhessenek antidepresszánsokat. A legemlékezetesebb a 2001. szeptember 11-i terrorakció volt az ikertornyok és a Pentagon épülete ellen az Egyesült Államokban. Namíbiában 2013 őszén játszódott le, a francia alpokban történtekhez nagyon hasonló eset. A mozambiki légitársaság vadonatúj gépe tapasztalt pilóta irányítása mellett jólátási viszonyok közepette 33 emberrel a fedélzetén zuhant le. A fekete doboz adatai szerint, amikor a segédpilóta kiment a mosdóba, már nem tudott visszamenni a pilóta fülkébe, miközben társa a földnek vezette a gépet. 1997-ben Indonéziában halt meg több mint 100 utas, amikor a pilóta vagy a személyzet egyik tagja hegynek irányította a gépet. Két évvel később személyes bosszú okozta 217 ember halálát. A New Yorkból felszálló egyiptomi gép pilótáját a főnöke letolta és eltiltotta a tengeren túli utaktól. Ez volt a búcsú útja, ám a gépen ott volt a pilóta felettese, akivel együtt a sértett kapitány a gépet az Atlanti-óceánba kormányozta. Mindmáig a legrejtélyesebb eset a Maláj légitársaság Pekingbe tartó gépének tavaly eltűnése. A közvetett bizonyítékok alapján itt is szándékosan vitte a halálba az utasokat a pilóta, de a gép roncsai azóta sem kerültek elő.